Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt van Máté Lala barátom. Már nem vagyok egyedül, a kemény mag gyülekezik, már több mint 10 vagyunk. Jó estét kívánok! Ács Péterné, Majoros Tíma, Marián Zsolti barátom, remélem, hogy mindenki jól van. Nemrég gyújtottuk meg Hanuka 7. napján a 7 lángot. Jó estét kívánok külön tisztelettel édesapámnak. Szeretet üdvözlöm Dávidot, Majoros Tímát, jó estét kívánok Zoltánnak, Péternek, Andrásnak, Gábornak, jó estét kívánok Lohán Lacinak is. Szóval, hogy nemrég gyújtottuk meg Hanuka 7. ugye a 7 gyertyát, tartalmazó Hanuka gyertyát. Tehát most kezdődött a 7. nap, és holnap este fogjuk meggyújtani, holnap este gyújtjuk meg Hanuka 8. napja lesz, úgyhogy mind a 8 gyertya égni fog. Jó estét kívánok Jéger Lacinak. Holnap este is úgy készülök, hogy bejelentkezem majd a gyertyagyújtásról, de nem este 8-kor, hanem korábban. Aztán majd este 8-kor is fogunk tanulni persze, de szerintem, majd ki fogom írni a falra, de szerintem úgy satszolom, hogy ilyen 6-7 felé, inkább 6 felé fogunk, fél 6-6 felé fogunk gyújtani Hanuka gyertyákat. Azért többen kérdezték, hogy miért nem este 8-kor gyújtom a gyertyákat. Ennek több oka van. Az egyik ok az vallási jogi ok. Van a zsidóságban egy olyan koncepció, hogy ha van egy parancsolat, bármilyen parancsolatról is legyen szó, akkor azt az ember igyekezzék megcsinálni. Az igyekezzék, az azt jelenti, hogy az első adandó alkalom, amikor meg lehet csinálni, amikor első adandó alkalom, amikor meg lehet cselekedni a micvát, a parancsolatot, akkor az ember megcselek, ne halogassa, hogy az első adandó alkalommal. És ezt honnan tudjuk? Ez egy érdekesség, most pont eszembe jutott, hogy gondoltam, erről beszélek. Honnan tudjuk ezt? Ezt olvassuk Mózes első könyvében. A Mózes első könyvének 22. fejezete, ami arról szól, hogy Isten megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel a fiát Izsákot. Ugye a történet, hogy aztán végülis persze nem áldozza fel, csak Isten próbára tett Ábrahámnak a elhivatottságát, és ott azt olvassuk, hogy azt mondja Isten, és Isten próbára tett Ábrahámot, és így szólt hozzá, Ábrahám ő pedig azt felelte, itt vagyok. Aztán folytatta, vedd kérlek fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele Moria földjére, hogy feláldozz nekem égő áldozatul egy hegyen, amelyet majd megmutatok neked. És azt úgy, a következő vers az azt mondja, és fel is kelt Ábrahám kora reggel. És akkor a bölcseink, a Talmud azt mondja, hogy abból a tényből, hogy Isten megparancsolt valamit Ábrahámnak, és Ábrahám már kora reggel fölkelt, hogy teljesíthesse Isten akaratát, Isten parancsát, ebből tanuljuk azt, hogy ha van egy micva, ha van egy parancsolat, akkor minél hamarabb az első adandó alkalommal legyünk olyanok, mint Ábrahám. Ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet. Nem, egész este lehet Hanuka gyertyát gyújtani, de este 8-kor is lehet, vagy 9-kor is lehet Hanuka gyertyát gyújtani, de mégis az a helyes dolog, hogyha van egy parancsolat, akkor az ember minél hamarabb igyekszik megtenni ezt a parancsolatot. Szóval ez az egyik oka, amiért így sem 5 órakor gyújtok, az volna a leghelyesebb, ahol rögtön az első adandó alkalommal. Amikor vendégek van, akkor megvárom, míg a vendégek itt vannak, mert van egy másik koncepció a judaizmusban, közben üdvözlöm Faladi Enő barátomat és Gágy Gyuri barátomat. Szóval van egy másik koncepció a judaizmusban, amit Salamon példabeszédek egyik verséből tanulunk ki, amit úgy szól, hogy Berov ám hadrat melech, a királyt a nagy nép előtt lehet dicsőíteni. Ez azt jelenti, hogy ha Isten dicsőítéséről van szó, akkor jobb, hogyha ezt minél több ember együtt teszi, sem mint kisebb csoportokba verődve. Úgyhogy pont a hanukai gyertyagyújtás, aminek az egyik oka, az a csoda hirdetése, a Pir Szuméni Szá, a csoda hirdetése, annak a hanukai csoda, ami történt, hogy a kisebbségben lévő zsidó sereg legyőzte, gerillái legyőzték a többségben lévő görög hadsereget, szóval ennek a csodának a hirdetése, ez minél nagyobb körben, minél szélesebb körben legyen, ugye ezért is vannak sokszor nyilvános hanuka gyertyagyújtások, mert ez mind a csodának a hirdetése. Úgyhogy ez a már. És van egy másik praktikus oka, este 8-kor megteszem le a gyereket aludni, vagy pontosan nem én, mert én itt vagyok veletek, hanem a feleségem, és azért, hogy ő is részt tudjon venni a hanukai ünnepelésben, ezért jobb, hogyha korán csináljuk a kicsit korábban csináljuk, úgyhogy holnap is egy picit korábban is bejelentkezek. Este 8-kor ugyanígy találkozunk, de valószínűleg bejelentkezek majd ilyen 6 óra körül. Azt írja Lotti, hát én imádom, hogy Cemiék mindig nálatok vannak, iszonyatosan helyes házaspár, egyébként tényleg nagyon jó barátaink, Cemiék. Szuper cukik, ráadásul ők még 3,5 hónapja érkeztek Magyarországra, nagyon fiatalok, még kevesebb, mint egy éve házasok,
és 3,5 hónapja érkeztek Magyarországra, szóval nem könnyű a helyzetük, ugye Covid is van, távol az otthontól, távol a szülőföldjüktől, egy új országba kezdtek új életet, szóval ez mindig ilyen nehéz, mi pedig én is és a feleségem Zsuzsi is próbáljuk kicsit segíteni őket, felkarolni, legyen, érezzék magukat itthon, és ez eddig tök jól működik. Holnap Fajt Asher barátom és családja lesz vendégségben nálunk, és akkor velük együtt fogunk bejelentkezni, úgyhogy ez tök jó. Még valamit el akartam mondani a Cemiékről, ja igen, azt akartam mondani, hogy holnap reggel utaznak vissza az Egyesült Államokba, nem hosszú időre, csak 2 hétre mennek meglátogatni a szülőket, úgyhogy most január, nem is tudom, január 4-én, vagy valahogy így kicsit több mint 2 hét múlva fognak visszatérni, úgyhogy tök jó. Na, érkezett néhány kérdés, pontosabban egy kérdés, meg inkább egy ilyen megjegyzés. Oké, azt mondja, kedves rabbi, érdeklődéssel figyelem a családi gyertyagyújtásokat. A mai alkalommal felfigyeltem arra, hogy a felesége kendőt visel, esetleg neki is kopaszra van nyírva a fejbőre, vagy parókát hord-e. A másik kérdés a kis Simon kapcsán jutott eszembe, mármint a 2 éves Simon gyerekem. Egy kisfiú hány éves kortól hord kipát? Oké. Na most a feleségemnek nincs kopaszra vágva haja, hanem egész hosszú haja van, nem nagyon hosszú, mondjuk ilyen váligérő körül, ilyen hosszú haja van. Feleségem parókát hord általában, ezek a parókák, erről már korábban beszéltünk, ezek elég jó minőségű és elég drága holmik. Ezek olyan parókák vannak ma már, feleségemnek is olyan van, amelyeket hát meg nem mondod róla, hogy ez paróka, de tényleg nem mondod meg. Úgyhogy ő ilyet hord, de itthon nem kell kényelmetlen parókába lenni, vagy nem tudom, kényelmetlen, de drága holmi, tehát egy paróka több 100 000 forintba kerül, jobb, hogyha itthon nem abban van, meg hát kényelmes, mégis az ember otthon van, úgyhogy ilyenkor kendővel takarja el a fejét. Fedetlen fővel házas zsidó asszony nem mutatkozhat a férjén és a gyerekein kívül senki előtt, vagy úgy illik, hogy nem mutatkozik férje és gyerekein kívül senki előtt. Úgyhogy ez van a feleségem. Parókája is van, meg kendőt is hord, utcán parókát hord, itthon pedig kendőt. A kis Simon kapcsán pedig hány éves kortól hord kipát? Na ez viszont egy nagyon jó kérdés, mert a kis Simon fia most vasárnap lesz 2 éves. És van egy olyan nagyon szép zsidó szokás, ez nem törvény vagy parancsolat, ez egyszerűen csak egy zsidó szokás, hogy a kisfiúknak, kifejezetten a kisfiúknak 3 éves korig hagyjuk nőni a haját. Hogyha megfigyeltétek a videóm, amit holnap megmutatom, Simonnak még soha nem vágtuk le a haját, még soha nem vágtunk egy szálat se a hajából. Szegényképnek már jó hosszú haja, úgy néz ki, mint egy kislány, a szép hosszú hajában, és copba is kell fogni neki, mert különben bele lóg az arcába. Szóval a Simon 2 éves, és 1 év múlva fogjuk először levágni a haját. Na most 3 éves korban, tehát a hajvágás után szokták a gyerekek elkezdeni hordani a kipát, 3 éves kortól, de azért azt is kell tudni, hogy azért egy három éves gyerek, hogyha esetleg leesik a kipája, vagy nem mindig van kipában, az nem olyan nagy probléma, hiszen ők még nem kötelesek semmit csinálni, egyszerűen csak azért adjuk rájuk a kipát már 3 évesen, és a cicest is, hogy a cicest ugye ez a ruhád alatt lévő ilyen szemlélőrojt, szóval azért adjuk rájuk, hogy szokják a parancsolatokat, tehát hogy megszokják a micvákat, hogy megszokják, hogy a fején kipa van, nem pedig azért, mert kötelező. Szóval ennek ilyen okító nevelői oka van. Egyébként Isten segít, akkor 1 év múlva is még együtt leszünk esténként. Simonnak a 3 éves születésnapjára tervezünk egy nagy ünnepséget rendezni, mert ezt a hajvágást egy ilyen ceremónia, ilyen ünnepség keretében szokták csinálni. Szóval ez egy alkalom arra, hogy együtt legyünk, család, barátok, közösség, stb. És akkor az szokott lenni, hogy ilyenkor a három éves kisgyerek mond egy pár tórai verset, amit előre megtanul, szóval tanítunk neki egy pár tórai verset, amit el tud mondani esetleg, vagy a héber ABC-nek a betűit el tudja fejből mondani, amiket az ember tanít neki, feltéve tud 3 évesen beszélni. Simon még nem beszél egy szót se. És az a szokás ilyenkor ezen a hajvágási ünnepségen, amit jiddisül úgy hívnak, hogy upsern, vagy upsern, és ezen az upsern szertartáson, ezen a hajvágós szertartáson az a szokás, hogy minden jelenlévő vendég kap egy ollót, és egy pici tincset levághat a gyerek hajából, és ad a gyereknek egy kis pénzt, hogy aztán azt a gyerek adományba adja, ezzel is szoktatni a gyereket arra, hogy adományozzon. Ugye nálunk minden szobában, a gyerek szobában is különösen van egy
Cedáka pershely, egy adományozó pershely, ahova időnként adunk a gyereknek egy kis pénzt, egy pár 10 forintot, 20 forintot, 100 forintot, teljesen mindegy, hogy mennyit, de az, hogy szokja a gyerek, hogy a pénzből valamennyit tegyen be az adományba, hogy ezt minél gyakrabban, és akkor később talán, amikor majd felnő, akkor... amikor majd tudatánál van, stb., akkor is majd benne marad remélhetőleg ez a szokás, hogy az ember adományozzon, ugyanis nem csak magunkért élünk, ugye, hanem van társadalmi felelősségünk, vannak kötelességeink, vissza kell adjunk a társadalomnak azt, abból a sok jóból, amit kaptunk. Oké, és akkor nézzünk még egy másik levelet, amit kaptam. Csak azt a részét olvasom, ami nem túl személyes. Szatmár Németiben születtem, és tagja lettem az itteni zsidó közösség hitközségnek is, mint református lelkészünk van, mert szeretem én is a Tórát, gyönyörködöm az Isten törvényében, viszont én magam nem élek már a törvény uralma alatt, hanem Krisztusban. Tehát egy református lelkészről van szó természetesen. Volt egy alkalom, amikor a férj és feleség nemi élet, házasság témáját érintetted. Mózes 3. könyvének 18. fejezetében és más részekben a törvény felállít bizonyos határokat, melyek segítenek, hogy egymást tisztelve szép rendben éljünk. A törvény a tiltásokkal, határokkal nem csak arra világít rá, hogy mit nem szabad, hanem a határ jelzi ezúttal annak a területnek és a létezését, ahol már a szeretet és az Isten kegyelmének uralma alatt, akár még a házasság is ötvözhető a felelős szabadsággal, ha a felek kölcsönösen megajándékozzák egymást. Szívesen tanulmányoznám a Tórát veled, mert te vallod, hogy Isten maga a maga háztartásában különböző feladatokra hívta az embereket, és kiválasztott népét. Ez így van, én ezekkel maximálisan egyetértek, ami a házassági, ugye ami az intimitást, a nemiséget, ami a nemiséget illeti, illetve a házasságot, akkor itt egy pár gondolatot, ha megengedtek, akkor megosztok. Az egyik dolog az a következő. A házasság intézménye, ez most kúrens az a beszélgetés, jó estét kérnek Ács Lacinak, de rég láttam, hogy földobja a nevedet. Tudom, hogy itt voltál, csak nem néztem oda, amikor éppen a neved látszódott. Szóval egy pár dolgot akkor szögezzünk le. Az egyik az, hogy a házasság, ez most azért is aktuális ez a beszélgetés, mert ugye most attól hangos a sajtó, hogy Magyarország alkotmányába, vagy úgyhogy alaptörvényébe, ugye rögzítették, hogy egy férj, vagy az apa az férfi, a nő pedig, vagy mi az anya, az pedig nő. És nem akarok politizálni, vagy ilyesmi, és igazából lényegtelen, hogy én erről személy szerint mit gondolok, de ez a beszélgetésnek az aktualitását az biztos adja. Szóval van egy pár dolog, amit érdemes leszögezni. Az egyik dolog, amit érdemes leszögezni, hogy a házasság intézménye egy isteni intézmény. És ez nem valami hangzatos lózung, ez nem valamilyen PR duma, vagy marketing duma, hanem egyszerűen így van, a házasság, mint intézmény, azt Isten találta ki. Hol találta ki Isten? Mikor találta ki Isten? Amikor megparancsolt az embernek az Ádámnál és Évánál. Amikor Isten megteremtett az első embert, ugye ez egy hibrid lény volt az első ember. Zacharuneke vába ráotám. Hinnek és férfinak és nőnek teremtette őket Isten. De egy ember volt, tehát egy ilyen két nemű lény volt, és aztán Isten külön választotta a nőt a férfitől. Ugye az oldalbordájából. Isten külön választotta a nőt a férfitől, és aztán utána megparancsolta, hogy legyenek, szaporodjanak és sokasodjanak magyarul. Isten külön választotta a nőt a férfitől, és aztán azonnal megparancsolta neki, hogy ismét legyenek együtt, de úgy legyenek együtt, hogy közben két külön entitás. Ugye korábban egy test volt, egy volt a férfi és a nő. Most pedig arról van szó, hogy egy férfi és egy nő egyé válik, de eredendően nem egy, hanem egyé válik a házasság által. Az házasság egy isteni intézmény. Ha nem hiszel Istenben, vagy ha nem hiszel Isten törvényeiben, akkor ha jobban belegondolsz, semmi okod arra nincsen, hogy megházasodjál. Semmi oka nincsen az embereknek, hogy megházasodjanak. Én most konkrétan nem arra gondolok, hogy semmi oka nincsen az embereknek együtt élni. Ne, arra van, az ember az társas lény. Ugye, azt is írja a Tóra. Lotov liot ládám levadó, nem jó az embernek egyedül. Mózes első könyv rögtön a teremtés történetében. Amikor mielőtt megteremti Isten a nőt a férfiból, vagy ebből a hibrid lényből, nem férfiból, ebből a hibrid lényből, akkor ezt teszi a felismerést. Lotov liot ládám levadó, nem jó az embernek egyedül. Az ember társas lény. A társas élet, az együttlét, a család, az egy, az egy,
az egy alapvető emberi tulajdonság, de az, hogy a férfi és a nő házasság kötelékében éljen együtt, ez kifejezetten és csak és kizárólag isteni, ez egy isteni ötlet. Ez egy isteni gondolat. Ennek megfelelően azt is gondolom, de lehet, hogy talán egyet is értetek vele, hogy ha már ez egy isteni gondolat, akkor érdemes úgy csinálni, ahogy Isten parancsolta. Ha már az egészet azért csináljuk, mert Isten kitalálta, akkor érdemes úgy csinálni, ahogy Isten kitalálta. És nem pedig úgy, ahogy, nem feltétlenül úgy, ahogy nekem kényelmes. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog, amit akartam mondani, a zsidóság nagy, ugye akkor tehát az intimitás, a szexualitás, az korlátozódik a házastársakra, a férfira és a nőre, akik házassági kapcsolatban élnek. Házassági kapcsolaton kívül nem lehet szexuális viszonyt létesíteni. Sem a férfinek, sem pedig a nőnek. Ez csak így. Zárójelben jegyzem meg, a férfiaknál kicsit más a szituáció, ami nem azt jelenti, hogy szabad, ez csak azt jelenti, hogy más a szituáció, mert a zsidóság eredendően elismeri a többnejűséget. Az igaz, hogy ez ma már nem szokás, és nem gyakorolják. Európai zsidók már több mint 1000 éve nincs többnejűség az európai zsidók körében, de a keleti zsidók körében egészen a közelmúltig még volt többnejűség, sosem volt túl gyakori, de volt. Szóval most ezt tegyük is egy pillanatra félre, de maradjunk annyiban, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolat az nem felel meg a tórai eszmerendszernek, vagy a tórai értékrendszernek. Ez a következő dolog, amit akartam mondani. A harmadik dolog, amit akartam mondani, a tóra részletesen leírja azt, hogy melyek az immorális szexuális kapcsolatok. Melyek azok a szexuális kapcsolatok, amelyek immorálisak, és egyike azon törvényeknek, amelyért az ember még akár az életét is föl kell, hogy áldozza. Ugye a tórai micvák, a tóra parancsolatai alapvetően fontosak, de hogyha az ember életéről van szó, akkor gyakorlatilag majdnem minden parancs megszeghető. Megszeghető a szombat, megszeghető a kóserság, hogyha az embernek az életmentéséről van szó. De csak és kizárólag addig, ameddig fennáll az életveszély esete. Most három dolog van, amiért az ember akár az élet, amit nem lehet megszegni, még akkor sem, hogyha az embernek ez az életébe kerülne. Az egyik az a bálványimádás, a másik az a gyilkosság. Az embernek akkor sem szabad más embert megölnie, hogyha esetleg, tehát valaki pisztolyt tart a fejedhez, és a kezedbe ad egy másik pisztolyt, és azt mondja, hogy lőd le ezt az embert, vagy pedig én lőlek le téged, akkor neked fel kell áldozni az életedet miatta. Mert a te véred sem vörösebb a másiknál. A te életed sem értékesebb feltétlenül a másik. Nem tudhatod, hogy a te életed értékesebb a másikénál. És a harmadik dolog, ami miatt az ember fel kell adja az életét, az pedig az immorális szexuális kapcsolatok. 7 darab olyan immorális szexuális kapcsolat van, ami miatt az embernek fel kell adni az életét. Az egyik ilyen, hogy nem szabad hálni egy férjes asszonnyal, aki nem a te feleséged természetesen. A másik, nem szabad hálni az embernek az apjával, az embernek az anyjával, az embernek a fiával, az embernek a lányával, az embernek a fiú testvérével, vagy az embernek a lány testvérével. Ez a 7 immorális kapcsolat. Most persze megborzongunk mindannyian, mert természetesen 21. században Nyugat-Európában eszébe sem jut senkinek az anyával, apjával, gyerekével, stb. De ha egy kicsit félretesszük a izét, akkor azért tudjuk, hogy sajnos ilyen beteg emberek azért vannak a világon. Még a mi kontinensünkön is. Tehát ezen kívül vannak még olyan tiltott nemi kapcsolatok, amelyeket a Tóra részletez. Erről olvasunk Mózes 3. könyvében és Mózes 5. könyvében. Oké, ez a harmadik dolog, amit akartam mondani. A negyedik dolog, amit akartam mondani, az az, hogy ha egy férfi és egy nő egybe kell, akkor ott az hálószobában mindent szabad csinálni, szóval minden megy, minden szabad, a férfi és a nő között nincsenek határok, ha úgy tetszik, nincsenek kerítések. Ugyanakkor a házastársi együttlétben vannak bizonyos tisztasági törvények, amiket be kell tartani.
ezek az a tisztatársági törvények közül most főként arról beszélek, ami ma betartható, voltak más tisztasági, rituális tisztasági törvények, amelyeket be kellett tartani, amikor még állt a jeruzsálemi szentély, cirka 2000 évvel ezelőttig. De a ma is arról van szó, hogy amikor egy nő menstruál, tehát amikor a nőnek vérzése van, akkor a férfi nem létesíthet vele nemi szexuális kapcsolatot. Sőt, a rabbik, azt is, hogy ez egy tórai tilalom. A rabbik viszont egy kicsit igyekeztek az embert még jobban megvédeni attól, hogy nehogy Isten egy tórai tilalmat megszegjen, és ezért az a szokás, hogy nem is nyúlunk hozzá egymáshoz, a férj és a feleséghez, az alatt az idő alatt, ami alatt a nő menstruál, illetve a menstruáció után, miután befejeződik a menstruáció, azután van 7 darab tiszta, vagy ilyen tisztulási nap, amit kell tartani, amit kell számolni. 7 darab napot, és a 7 darab nap letelte után, amikor vége van a 7. napnak, akkor este a nő elmegy a rituális fürdőbe, a mikvébe, alámerül, és onnantól kezdve szabad megint szexuális kapcsolatot létesíteni a férjével, egészen addig, míg el nem kezd menstruálni. Most, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ez úgy néz ki, hogy a legtöbb nő átlagosan, bár itt is vannak természetesen egyedi esetek, de az nők általában 3-5 napon keresztül tart a menstruációs ciklus, körülbelül, van akinek rövidebb, olyan is van akinek hosszabb. De hát ezt mindenkinek a maga, szóval minden nő a menstruációs időszakát, azt maga vizsgálja, megnézi. Ilyenkor általában az asszonyok fehér neműt szoktak hordani, fehér színű bugyit, fehér neműt, annak érdekében, hogy minden folt, ami minden folyás, minden testnedv, ami kijön a női nemi szervből, az jól legyen látható a fehér bugyin. Ezért ilyenkor, ez alatt az időszak alatt a nők fehér bugyit szoktak hordani. Nem feltétlenül a menstruáció alatt. Menstruáció alatt hordhatsz, amit akarsz, mert akkor úgy is tudod, hogy menstruálsz. Akkor, amikor már abban maradt a menstruáció, és nem vagy benne biztos, hogy még tart-e, vagy nem tart. És a nők esténként, vagy délutánonként ilyenkor meg szokták vizsgálni magukat, ezt általában úgy szokták csinálni, hogy a hüvelybe picit benyúlnak az egyik ujjal, egy fehér, valamilyen fehér vászonanyaggal, és akkor megnézik, amikor kiemelik azt a fehér vászonanyagot, hogy milyen színű folt van rajta. És hogyha ez a folt, ez egy kicsit vérszerű, ilyen vöröses, sötét-vöröses, akkor még mindig tart a menstruációs ciklus, és akkor még nem lehet elkezdeni számolni a 7 tisztulási napot. A 7 tisztulási napot onnantól kezdve lehet számolni, hogy már nem csak a vérzés szűnik meg, hanem ez a vizsgálat, amikor a nő azt, hogy megvizsgálja magát, a vizsgálat során sem talál semmi olyan nedvességet a hüvelyen belül, amely arra utalna, hogy ott még van valami vérzés még tart. Most, hogyha ez általában még egyszer, maga a menstruációs ciklus általában 3-5 nap között szokott tartani, még egyszer van akinek 2 nap, a szerencsésebbek, azt hiszem, hogy azok a szerencsésebbek, azok a hölgyek, van akinek egy kicsit hosszabb, és emberek, és nem csak emberek válogatja, van akinek néha hosszabb, néha rövidebb, azért a legtöbb nőnek viszonylag rendszeres a menstruációs ciklusa, de nem mindenkinek, itt vannak egyedi esetek. Akkor egyedi esetek vannak, akkor érdemes rabbival konzultálni, sőt, vannak olyan nők, akik hosszú napokon, tehát mit tudom én, akár 10 napon keresztül is tart a menstruációs ciklus, akkor érdemes rabbival konzultálni, hogy mit kell ilyenkor csinálni. De bárhogy is legyék, tehát a menstruációs ciklus alatt, illetve amikor annak vége van, tehát a vizsgálattal megállapítottuk, hogy vége van, utána 7 napon keresztül van egy 7 úgynevezett tisztulási nap, amikor még mindig nem élünk házas életet, még mindig nem szexelünk, és akkor utána a nő elmegy a mikvébe, a rituális fürdőbe, ott alámerül. Budapesten egy ilyen mikve van egyébként, a Kazinci utcában, a 7. kerületben, Kazinci utca, a Veselényi és a Dohány utca között, elmegy a rituális fürdőbe, és alámerül, és onnantól kezdve szabad együtt lenni a férjével, és nem csak, hogy szabad, hanem, hát azt nem mondom, hogy kötelező, de melegen ajánlott. Tehát a judaizmus, a zsidóság, a rabbik jól tudták, hogy a szexualitás az egy fontos eleme, egy fontos része a házasságnak, az emberi kapcsolatoknak, az intimitás egy fontos része az emberi kapcsolatoknak, amellett, hogy az ember törekedjék arra, hogy utódot nemzen, ahhoz is kell szexelni, ugyebár az sem működik anélkül.
Azt írja Attila, hogy tehát 28 napból 9-12 nap no sex. Hát igen, Attila, de azért egy hónap nem 28 napból áll, hanem inkább 30-ból, vagy 31-ből a polgári hónapok, a zsidó az 29-30. Igen, tehát körülbelül úgy kell számolni, hogy körülbelül, hogy minimum 12 nap. Tehát ha egy nő 3 napot menstruális, akkor is 5 napot kell várni, és utána kell a 7 napot számolni. Minimum 12 napot nincsen szex, és 18-at megvan. De lehet, hogy 13-at nincsen, és 14-et nincsen, de még egyszer, hogyha valakinek a menstruációs ciklusa túl hosszú ideig tart, akkor érdemes rabival konzultálni. Ha egy nő csak egy napot menstruál, akkor is kell várni, még be kell várni, mintha 5 napot menstruálna, plusz egy hetet, annál 12 napnál rövidebb nem lehet egy menstruációs ciklus, vagy attól tartunk, hogy ne legyen menstruációs ciklus. Most persze kérdezhetitek, hogy mi van például azokkal az asszonyokkal, akiknek menopauzájuk van, akik már nem menstruálnak többet. A jó hírem az az, hogy aki nem menstruál, ott már megszűnik ez a probléma, vagy ez a nem probléma, mert ez egy olyan szép dolog, megszűnik ez a szituáció, és ha egy nő bizonyos korban, van, aki egész fiatalon előfordul, akár még a 40-es évek vége felé, de általában kicsit később, hogy abban marad a menstruáció, de még aktív szexuális életet él a hölgy, akkor nincsen semmilyen íze, akkor nem kell tartani semmit, nem kell mikvébe menni, stb. Sőt, akkor sem kell, hogyha egy nő például olyan fogamzásgátló eszközt használ, amitől nem menstruál, de ez azért egy veszélyes ajtó, amit most kinyitok, mert a fogamzásgátló eszközök használata az nagyon bonyolult a Tóra szemszögéből, vagy a zsidó vallásjog szemszögéből, és ezért inkább azt mondom, hogy a fogamzásgátlás, az, inkább azt mondom nektek, hogy tilos. Nem tilos feltétlenül, mert vannak bizonyos módszerek, stb., de ezekben most nem annyira érdemes belemenni. Ha ilyen problémája van, vagy ilyen kérdése van valakinek, akkor mindig érdemes egyedileg konzultálni rabbival. Egyébként pedig ez egy nagyon jó dolog. Az egy hónap minimum 12 nap szex nélkül ez sokszor nehéz lehet, ez igaz. Ez valóban igaz. Ugyanakkor az is el kell nektek mondjam, hogy ez egy hogy a másik 18 nap viszont, amikor meg lehet szexelni, az lehet együtt lenni, az pedig sokkal, most tudom, felszabadultabb, vagy valami ilyesmi, szóval van egyfajta vágyódás, ez a 12 nap minden hónapban, amikor nem lehet együtt lenni, tehát körülbelül a hónap felében nem lehet házas életet élni, ez egyben sokszor azt is eredményezi, optimális esetben legalábbis azt is eredményezi, hogy a másik félben viszont, amikor lehet, akkor az sokkal, nem is tudom, megbecsültebb, az emberek jobban megbecsüljük, és jobban örülünk azoknak az időszakoknak, amikor viszont lehet szexelni. Igen. És van egy bizonyos szépsége is, amellett, hogy még egyszer nem könnyű, de van azért egy bizonyos szépsége annak, hogy az ember tiszteletben tartja a menstruáló nőket. A legtöbb menstruáló nő egyébként amúgy sem nagyon akarna intim életet élni, ami alatt menstruál. Azt hiszem, hogy ez talán a nem vallásos, vagy a nem zsidó világban sem kifejezetten divatos. Vagy ilyesmi, nem mondom, általában nem szoktak 7 napot várni a menstruáció után a nem vallásos emberek, de menstruációs alatt biztos nem ritkán szoktak az asszonyok szexelni, amikor azt hiszem a nők többségének nem is esik olyan jól, de persze itt is biztos vannak kivételek. Szóval senki, nem lehet ilyen sablon nem lehet ráhúzni mindenkire, de még egyszer vannak bizonyos szabályok. Szóval a dolog lényege az, hogy a házas élet az egy isteni dolog, ha pedig isteni találmány, ha a házasság és a házas élet egy isteni találmány, akkor érdemes úgy csinálni azt, ahogy Isten elvárja tőlünk, ahogy Isten szeretné. Ugye, ha már ő találta ki, akkor csináljuk úgy, ahogy ő kitalálta. Miért csináljuk úgy, ahogy nekünk, ahogy mi gondoljuk, hogy logikus, csináljuk úgy, ahogy ő gondolja, hogy logikus. Márpedig Isten úgy gondolja, hogy az ember bizony becsülje meg a párját, a házastársát, a férjét vagy a feleségét, a házasság szent, a másik ember szent, és ezért az ember megfelelő tisztelettel és megfelelő reverenciával viseltessen a másik iránt. Holnap este tehát akkor, kedves barátaim, mennyi volt a mai? Holnap este be fogok jelentkezni hanukai gyertyagyújtással, Isten segít, Blineder, ha csak semmi nem jön közbe, fogok róla írni előtte egy kicsit
kicsit korábban, és persze este 8-kor várlak benneteket a szokásos tanuláson. Közben itt Orosz Attila azt kérdezi, hogy miért nincs több rituális fürdő Budapesten? Hát mert nincs annyi család, ahogy ez erre igény lenne, úgyhogy reméljük, hogy majd lesz, és akkor majd lesz több. Egyébként lesz több, mert az EMIH Magyar Zsidó Szövetség dolgozik két plusz mikvének a felállításán, az egyik Óbudán lesz, a másik pedig az Újlipótvárosban egy kicsi privát, ilyen nagyon modern és nagyon fancy mikve lesz majd az Újlipótvárosban, és lesz majd egy Óbudán is a nem túl késői jövőben. De addig is itt van ez a Kazinci utcában, ami egy gyönyörű, szép mikve, már az asszonyok mikve, az tényleg gyönyörű, úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok, mindenkinek boldog Hanukát, szép estét, holnap este tehát hanukai gyertyűjtást majd fogok írni, hogy pontosan mikor, és este 8-kor pedig várlak titeket. Továbbra is biztatok mindenkit, hogyha kérdésetek van, ezen az oldalon privát üzenetben írjátok, és akkor foglalkozok vele. Imádom a kérdéseket, hogy kérdezzetek minél többet, és nagyon-nagyon köszönöm azt a sok támogató, szerető e-mailt és üzenetet és kommentet, amit írtok, rendkívül sokat jelent nekem, nagyon megerősít, úgyhogy ti adtok nekem erőt, hogy ezek a tanulások ezek folytatódjanak, ezt már el sem tudom képzelni lassan, hogy mit lehetne csinálni más 8 órától, mint veletek lenni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és itt van Borics Tamás közben, akit üdvözlök, köszönöm szépen, hogy itt vagy Tamás, áldott ünnepeket kívánok neked is, és közösségednek is, Borics Tamás barátom, keresztény lelkipásztor, és természetesen neki is, mint minden más keresztény barátomnak, áldott ünnepeket kívánok majd. Hát még nem, mert még jövő hétig azért még sokszor fogunk találkozni, de jövő héten a keresztény ünnepen mindenkinek áldott ünnepet kívánok, de hát erről majd még fogunk beszélni akkor. Sziasztok, szép estét!